Gyógyszerek nélkül az életünk fájdalmasabb, gyötrelmesebb és valószínűleg jóval rövidebb is lenne. Ma már szerencsére nagyon sokféle gyógyszer létezik, de ezekhez nem egyformán juthatunk hozzá. Vajon mi a különbség a szabadon vásárolható és a receptre kapható gyógyszerek között? Hogyan is jön létre egy új medicina, és hogyan jut el hozzánk? A gyógyszerek valószínűleg a világ legdrágábban előállított termékei. Pontosan azért, mert a legértékesebb dolog, az egészségünk, vagy akár maga az életünk is múlhat rajtuk. A gyógyszerekben annyira megbízunk, hogy bátran beadjuk gyermekünknek, párunknak, szüleinknek, és persze mi magunk is használjuk. Éppen ezért csak olyan gyógyszerek kerülhetnek hivatalosan forgalomba, melynek tudományosan megalapozottak a hatásai, biztonságosan alkalmazhatók, és persze kellően hatásosak ahhoz, hogy gyógyítsanak is. Elviekben az lenne a legjobb, ha egy gyógyszer megjelenése után a lehető leghamarabb elérne a betegekhez, ám ez nem ilyen egyszerű. Egyes esetekben ugyanis a már engedélyezett gyógyszernek további hosszú, bürokratikus útvesztőt kell bejárnia ahhoz, hogy egy adott betegséget a gyakorlatban is kezelni lehessen vele. Könnyen lehet, hogy erre akár éveket is kell várni. Vannak gyógyszerek, melyek csak akkor kerülhetnek be a hazai gyógyítási rendbe, ha azokat a társadalombiztosítás is támogatásban részesíti. Eltérően sok más országtól, Magyarországon ez egy erősen túlszabályozott és bürokratizált folyamat, melynek során orvosszakmai megfontolások, a kezelendő betegségek jellemzői, népegészségügyi és egészségpolitikai elvárások befolyásolnak, továbbá a tényleges finanszírozhatóság is számít. Ráadásul ezek együttes megléte nem is olyan egyértelmű. A támogatás igényléséhez a készítmény úgynevezett hozzáadott terápiás értékét és költséghatékonyságát alaposan bizonyítani kell. Azaz, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részéről a gyógyszer támogatása hasznos lesz a társadalom számára. A költséghatékonyság azonban egy kényes kérdés. Egy új gyógyszer ugyanis többnyire drágább a réginél, éppen úgy, mint ahogy egy új, jobb autó is többe kerül egy régebbi típusnál. Ez már nem orvos szakmai vagy egészségügyi kérdés, viszont az államnak akkor is több pénzt kell hozzá biztosítani. A felelős személyeknek ezért döntést kell hozni a költségek növekedéséről és a támogatás meglétéről, enélkül ugyanis hiába várják a betegek az új készítményeket. Az új gyógyszerek bevezetése, mind a fejlett terápiák elterjesztése, mind a betegek szempontjából sürgős és szükséges lenne. Ugyanakkor az elégtelen finanszírozás és a hosszú adminisztratív eljárás miatt Magyarországon jelenleg az új készítmények nagyon lassan vagy esetleg túl későn juthatnak el a betegekhez. Mindannyiunk érdeke lenne azonban, hogy ez megváltozzon. Megfelelő állami források biztosításával kiszámítható, átlátható és rendszeres társadalombiztosítási támogatási döntésekkel érvényre juthassanak a betegek érdekei. Te mit gondolsz erről?